Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Szegedtől elszenvedett hazai vereség után Kaposváron nyertek a cápák. A bronzéremért lép pályára Cegléden a nyíregyházi U20-as fiú kézi csapat. Az ötödik helyen fejezte be a bajnokságot a nyíregyházi kosársuli. Testnevelés szaknapot tartottak szerdán a Nyíregyházi Egyetemen. Az alsóházi rájátszás második körének második mérkőzését is elveszítette a Hübner Nyíregyháza Blue. A kékcápák a Szegedet fogadták, és a vendégek 93-84-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A szerdai, Pakstól elszenvedett hazai vereség után azt várták a szurkolók, hogy a kékcápák megragadják az utolsó előtti szalmaszálat és legyőzik a Szegedet. Ehhez képest a vendégek egy 11-es rohammal kezdték a mérkőzést, igaz a negyed végére 3 pontra felzárkózott a házigazda. A második 10 percben ismét elléptek a tiszapartiak, de megint visszakapaszkodott a Nyíregyháza, a nagy szünetben 5 pont volt a különbség a két csapat között. Fordulás után is folytatódott a hullámvasutazás, 30 perc játék után viszont már 11 ponttal vezetett a Szedeák. Az utolsó negyedben jól gazdálkodott előnyével a vendégcsapat, amely végül 9 ponttal nyerte meg a mérkőzést. A hazaiak vezetőedzője érthetően csalódott volt a találkozó után. Majd totszor veribett. Hiába játszunk a saját pályánkon, a saját szurkolóink előtt, a lehető legkisebb energiával kezdjük a mérkőzéseket, és rendre 10 pontos hátrányba kerülünk. Nem védekezünk. Amit gyakorlunk edzésen, az ott helyel közel rendben is van, a meccseken azonban nem koncentrálunk megfelelően. A vendégek vezetőedzője szerint, mivel az első percről kezdve vezettek, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Mi kontrollálók egész mérkőzés folyamatosan vezettük 10 pont és többet. Volt esély talán korábban is szerezni győzelem, de szerintem vezettük egész mérkőzés, mint ő is azt mondta, volt sok hiba volt. Védekezőben is támadom, de ilyen ez mindig, ilyen, mikor van ilyen szerda-szombat mérkőzés, mikor van sok mérkőzés, érted? De nyertünk, ez a legfontosabb volt, és semmi más, sok sikert kívánok Nyíregyházának. A találkozón 11 pontot szerző Fazekas Csaba abban látta a vereség legfőbb okát, hogy a kritikus pillanatokban rendre hibázott valaki a hazaiaknál. Fájó a vereség, mert a Paks meccs után próbáltunk talpra állni, ez nem látszódott a mérkőzésen. Vérekezésben nagyon sok hibát vétettünk, és sajnos egész meccsen mindig egy kicsit előrébb járt a Szeged, próbáltunk felzárkózni, de amikor ott volt az esély, hogy közelebb jöjjünk, fontos dobásokat hibáztunk, vagy volt egy elalott labda védekezésben, amikor nem voltunk eléggé kemények. Át kell beszélni a dolgokat, hogy miben kell változtatnunk, mindenféleképpen a védekezésbe, koncentrációba, fegyelmezettségbe. Mert még egy dobásunk van Kaposváron. Őket meg kell verni mindenképp, és abba kell bízunk, hogy a Honvéd elveszítse a hátralévő mérkőzéseket, és tényleg meg kell mutatnunk, hogy igenis itt van a helyünk, de ezt be kell bizonyítanunk. Szerdán tettek egy lépést a bennmaradás felé a cápák, mivel 80-75-re nyertek Kaposváron. Egy gólos győzelmet aratott a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as fiú kézilabda csapata, miután 43-42-re legyőzte a Tiszavolán együttesét. Egy nagyon fontos és legalább olyan izgalmas meccset nyertetek meg egy góllal. Hogyan látod a pálya mellőre 60 percet? Izgalmas igazából, tehát nehéz mérkőzés volt, azért már fejben mindenki ott van a Cegléden, már készülünk, már 2 hete. Tudtunk, hogy nagyjából számoltunk, hogy ezen fog múlni a harmadik helyre a Cegléden. Úgyhogy úgy készültünk, hogy a fiúk, a feladatok is úgy, tehát mint a Cegléd ellen játszottunk. Nyilván nem úgy sikerül, hogy akartunk, de ez is fontos győzelem, hogy a csapat érezzen, hogy ilyen körülmények között is tud előrelépni.
Nagyon sok gólos volt a meccs, általában ilyen meccseket játszottok? Nyilván próbálunk a modern kézilabdát, de most nem azért sok gól volt, mert tehát nagyon gyenge védekeztünk, de amúgy igen, tehát próbálunk mindig 40 fölött lőni, és nyilván tehát védekezni úgy, hogy tehát ilyen 30-32 kapjunk meg. Amikor tavaly ősszel beszélgettünk, azt mondtad, az a fontos, hogy fejlődjenek a srácok, és fejlődjön a csapat is. Az elmúlt hónapokban mennyit fejlődtek egyénileg a srácok, és mennyit lépett előre a csapat? Biztos vagyok benne, aki látta és követi minket, hogy nagyon sokat fejlődtünk, nagyon szorgalmasak a srácok, dolgoznak rendesen, és nyilván, amit anno is mondtam neked, hát tehát ők serdülő, aki ifi bajnokságban játszik, és szerintem ez egy nagyon jó eredmény, amit elértünk a ifi bajnokságban. Mennyire erős egyébként ez a bajnokság? Elég erős, mert tehát 2002-es a felső határ, mi meg ugye 2005-ösek vagyunk, tehát 3 év ilyen korban nagyon sokat számít. Ez az időszak az, amikor már vannak a srácok között, gondolom olyanok, akik érettségiznek, tovább tanulnak, mennyire maradhat együtt ez a csapat, hiszen jelen pillanatban ők a férfi vonal legidősebbek Nyíregyházán. Tehát úgy néz ki, hogy 90%, tehát a srácok maradni fognak itt jövőre is, úgyhogy a jövőre negyedikesek lesznek, azt majd ott eldől a sorsa ennek a generációnak, meg ennek a csoportnak. Mikor lesz a Ceglédi mérkőzés, és milyen elképzelésekkel, esélyekkel utaztok Ceglédre? Pénteken játszunk 3:30-tól, nyilván itthon nyertünk 2 góllal, nagyon készülünk rájunk, úgyhogy remélem, tehát srácok megérdemelnek, hogy azt a 3. helyet megszerzünk. Most tényleg el lehetett mondani, hogy az utolsó másodpercig nyílt volt a mérkőzés, hiszen az utolsó másodpercben védtek el a kapusodok azt a lövést, amivel meg lett egy gól ez a meccs a pályán, hogy illeted meg ezt a mérkőzést. Nagyon sokat hibáztunk, mint támadásban, mint védekezésben, nem voltunk ott fejbe. Hát a védekezésben nem tudtunk koncentrálni, mindenki elvesztette az emberét, nem voltak meg az ütközések, és tényleg ez csak a szerencsém múlott a végén, hogy ez a meccs miénk lett. Ezt képest dobtatok 43 gólt, tehát a támadó játékra igazán nem lehetett panasz. Ez köszönhető a gyors játékunknak, mi erre alapozunk a szezonban, így lehet ugye legkönnyebben gólt szerezni, de ez nem a támadás minőségét jellemzi csak, hogy mennyi gólt dobtunk, és az is lehetett volna még sokkal jobb. Idősebbekkel játszottuk ebben a bajnokságban, mennyire nehéz ellenük játszani? A szezon elején úgy gondoltuk, hogy nehéz lesz nagyon, de így már a bajnokság vége felé más, teljesen más, és így lehet a legjobban fejlődni. Milyen ez a csapat a pályán, mint közösség, és mennyire vagytok együtt a pályán kívül? A közösség az nagyon jó, nem lehet rápanaszkodni a pályán kívül is a való életben, és mind a pályán bíztatjuk egymást, mindenki egybe van. Az edzőtök Bozsa valamikor a pályán a keménységéről volt híres, most edzőként milyen? Ugyanilyen kemény, határozott, bíztat mindenkit, Hergel. Ceglédre utaztok az utolsó fordulóban, a bronzérem a tét, gondolom, ha már eddig eljutottatok, szeretnétek megszerezni. Persze, az egész csapatnak ez a vágya, hogy a jövő heti meccs meglegyen. Ezért dolgoztunk egész évben, és mindenki nagyon szeretné ezt. A csoport élén a Balmazújváros áll 35 ponttal, megelőzve a 34 pontos Dunakeszit. A 3. Nyíregyházának és a 4. Ceglédnek egyaránt 31 pontja van. A bronzérem sorsa a két csapat pénteki ceglédi meccsén dől majd el. Vereséggel zárta az amatőr NB1 rájátszását a nyíregyházi kosársoli Farkasinszki Gyuláni együttese, 78-66-ra kapott ki Sopronban, és végül az 5. helyen zárta a bajnokságot. Szerintem a Sopron is tisztában volt vele, hogy nekünk is már alig maradt játékosunk a junioron kívül. Ők készülnek a junior A döntőre, mi készülünk a junior B döntőre, és úgy gondolták a soproniak, hogy megmérettetik a fiatalokat ellenünk. Ez nagyon jól sikerült egyébként, a szenzációs mérkőzést játszottunk. Jó volt mindenkinek a felkészülés szempontjában, mi is igyekeztünk a mi juniorjainkat is pályán tartani, hogy megnézzük, hogy itt az elkövetkező napokra mennyire sikerül szállni egy jó csapat ellen, mert azért ez egy jó szerkezetű Sopron volt. Békében, barátságban elment a mérkőzés, korrekt jó játékvezetéssel, szerintem mind a két csapatnak jól szolgálta a felkészülését a következő junior mérkőzésekre. A felnőtt csapat számára véget ért a szezon, úgyhogy vissza lehet egy picit tekinteni. Az elmúlt év őszén úgy vágtatok neki a zöld csoportnak, ugye 3 felé szedték a amatőr NB1-et, hogy 4.-5. hely lehet a reális, ehhez képest a 2. helyen zártatok.
hogyan alakult ez a szezon? Az igazság, hogy valóban kicsikét félve vártunk neki a bajnokságnak. Tehát mi ugye eleve úgy készültünk, hogy jó, jön a zöld csoport, a szuper lesz, egy aránylag jó csapatunk van, reménykedtünk benne, hogy ott dobogó fogunk tudni végezni, és akkor elmondhatják a lányok azt, hogy sikerült érmet szerezni. Na most ezek után jött a derültékben villámcsapás, hogy egészen másként lebonyolítása lesz ennek a bajnokságnak. Most akkor egy kicsikét azért úgy elgondolkodtunk, hogy mit is lehet ebből majd kihozni. És jött az első mérkőzés, a Vasas ellen rögtön ki is kaptunk, annak rendje módja szerint. Akkor egy kicsikét úgy elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mik is lehetnek a realitások. Időközben azért szerencsénk volt, mert szépen összeállt ez a csapat. Tehát a rutinos játékosok már nagyon szépen fölnőttek a fiatalok. Tehát úgy gondolom, hogy itt a szezon közepére sikerült egy igazi csapattá kovácsolódni mindenkinek, ki tudták egészíteni egymás hibáit, tudtak a másik jó teljesítményének örülni, és ezáltal egy olyan teljesítménnyel sikerült előrukkolnunk, amiben meg tudtunk lehetni utána olyan csapatokat, mint akár az Ajka, vagy akár a DVTK. És ez az eredmény az, hogy az alapszakaszban második helyen sikerül zárnunk, ami ugye egyértelműen azt jelentett, hogy mehetünk a rájátszásba. Többek között azért is igyekeztünk mi ebbe a rájátszásba bekerülni, mert a március közepén befejezzük ezt a bajnokságot, akkor ugye nem marad mérkőzése a rutinosabb játékosoknak, és nagyon nehezé tette volna a junioroknak a felkészülését arra, hogy ők hogy sikeresen eljussanak akár a B-döntőre, ami ugye annyira jól sikerült ez a koncentráció, hogy éppen az A-döntőre is tudtunk játszani, ami sajnos nem sikerült, de igazából nem is volt meg a realitás annak, hogy mi A-döntőben szerepeljünk, ahhoz kevés a játékosunk. Tehát is igazából én úgy gondolom, hogy nagyon jól alakultak a mérkőzéseink, és a lányok mindent megtettek annak érdekében, hogy márciusban ne fejezzük be ezt a bajnokságot, ez jött ki belőle. A rájátszásban a rajtotok és a Maccon kívül áll csoportos csapatok második csapatai szerepeltek. Összességében azért gondolom pozitívan élték meg a lányok is életet, meg te is ezeket a meccseket. Az első mérkőzést ezt nagyon pozitívan éltünk meg, ugye őleg, hogy sikerült egy NB1-es csapatnak az utánpótlás csapatát megvenni, ami ugye azért volt lényeges, mert nagyon sok olyan játékos volt a csapatban, akik az első mérkőzésen is több percet töltenek a pályán, tehát ott is meghatározó játékosok voltak. Hát aztán utána a MAFSZ ellen ott már kicsikét elkezdődtek a gondok és a bajok, mert sajnos megsérült az egyik rutinos játékosunk, ami onnantól kezdve azért arra mérkőzésre egyértelműen rányomta a bélyegét, és a következő két mérkőzést is tehát maximálisan behatárolta, hogy nincs a Zsófi. Mi mire kihevertünk volna mindent, és ugye már kezdtünk volna a lábrán és megoldani a Zsófi nélkül a mérkőzéseket. Sajnos Kamilla a Sopron elleni első percben ugyanúgy megsérült. Most az a mérkőzés megint ráment arra, hogy ugye kétségbe esetten néztük azt, hogy még egy plusz játékosunkat elveszítettük. Ugye utána kezdett a Lilla is visszaállni a mérkőzésekbe. Hát is igazából eléggé kaotikusnak tűntek itt a dolgok, és nem tudtuk, hogy ebből egyáltalán hogy fog tudni fölállni a csapat, vagy egyáltalán ez a junior csapatra milyen hatással lett, de aztán Harrisonnak sikerült megint nyernünk egy Pink elleni mérkőzést, ami nagyban földobta a lányokat, és utána váltalanul még a MAFSZ-ot is sikerült megvernünk, ami szerintem hab volt a tortára. Aztán megint jött egy kaotikus, nagyon rossz mérkőzés, amikor már a Dorina se volt, hogy ő egy megfog mérkőzésen sérült meg, illetve ez itt maradtunk a juniorokkal és egy-két utánosan, sőt, akkor még a Balagás is közben játszott, tehát Balagási ebéd, Balagási ez, Balagási az, és igazából tényleg szinte a komplet junior sorra játszottunk, annak meg is lett az eredménye, mely egy nagy arányú vereség lett, és aztán most megint a végére egy igen kellemes mérkőzés játszottunk a Sopronnal. Az is tény, hogy ők ugyanúgy a fiatalokat játszották, ahogy mi, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy azért ott tele van olyan játékosa, válogatott játékossal, azért van nem csak magyar játékosuk, hogy ez egy szenzációs jó mérkőzés volt. Talán, hogyha még többen vagyunk, és nem kell a Mátyás Eszlenek éppen a TFN felvételiznie, akkor még jobb mérkőzés játszottunk volna, de én is nagyon elégedett vagyok a csapattal. Egyénileg mennyit fejlődtek az elmúlt hónapokban a lányok? Nagyon sokat. Tehát itt azért egyértelműen látszik, hogy azok a játékosok, akik az előző szezonban még egy ilyen asszisztáló szerepkörben voltak a pályán, most erre az évre meghatározó játékosokká nőtték ki magukat. A junioroknak egyértelműen segít az, hogy ők nagyon kemény és nagyon jó mérkőzéseket játszanak a juniorban.
A többieknek is segít az, hogy most olyan élvonalbeli csapatok ellen sikerült játszani, amit azért régebben nem igazán tudtunk elképzelni, hogy milyen csapatok ellen is föl tudjuk venni a versenyt. Ettől függetlenül természetesen ott vannak a szakadékok, mert azért egyértelműen látszik, hogy azért masszívabbak, erősebbek, gyorsabban játsszák ezt a játékot, tehát egyértelműen látszik, hogy pontosabbak. Tehát az az edzésszám, ami különbség van az ő edzésszámukban és a miénkben, azért az ezeken a mérkőzéseken azért látványosan kijött. Mi a szívünket, a lelkünket tettük oda, és ez volt az, ami szerintem ezt a csapatot előre vitett ebben az évben. Többször szó esett a juniorokról, péntektől vasárnapig itt a Szent Imrében rendezitek a junior B-döntőt, milyen mezőnnyel és milyen hazai esélyekkel? Nem igazán akartuk mi ezt a junior döntőt, mert ugye ez borzasztó sok munkával járt. Ez a csarnok igazán nem is alkalmas arra, hogy itt egy 8 csapatos döntő legyen. Itt nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy a nézőket hova és merre fogjuk pakolni. Tehát elég szigorú dolgokat kell bevezessünk ahhoz, hogy itt ne legyen kaotikus az egész. De úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy olyan országos döntőt rendezni a lányoknak, ugye, akik utolsó évesek a junioroknál, hogy emlékezetes legyen. Tehát ugye voltunk már több olyan országos döntőn, ami úgy elsiklott. És úgy gondolom, hogy országos döntőnek azért mindenféleképpen meg kell, hogy legyen a sava borsa. Tehát, hogy mindenki érezze azt, hogy ebben az évben mindent megtett azért, hogy egy olyan közegben játszon. Ezért vágtunk bele a döntő rendezésébe. Egyébként szerintem aránylag jó csapatok fognak megmérkőzni egymás ellen. Két B csapatunk van, a Soproni Darazsak és a DVTK B csapat az, aki a junior országos döntőbe bejutott. Emellett itt van a Szekszárnak az A csapata, a PVSK-nak az A csapata, a Zalaegerszegnek a B csapata, Győr, és még a Beac B, tehát a 3B csapat, aki részt vesz ezen a tornán, és itt vagyunk mi, akik mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük majd el. Én nagyon remélem, hogy az első négybe sikerül bejutnunk, és onnantól kezdve én úgy gondolom, az már csak az aznapi pillanatnyi forma alapján fogja eldönteni, hogy ki fog döntőt játszani, és ki fog a 31. helyért játszani majd. Sport vagy szakmai napot tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. A szakmai előadások után különböző ügyességi versenyeken mérhették össze tudásukat a hallgatók. A szakestünk már több évtizedes hagyománnyal rendelkezik, lassan 6 évtizede szervezzük a szakestet, és most először próbáltunk egy szaknapot köré kerekíteni, és kezdtük egy tehetségkonferenciával délben. Itt bemutathatták azok a kiváló hallgatóink dolgozataikat, pályamunkáikat, akik az idén megrendezésre kerülő 36. országos tudományos diákköri konferencia testnevelési sporttudományi szekciójában díjazottak voltak. Nagyon kiváló eredményeket értünk el ezekkel a hallgatókkal, és a nap további részében délután kezdődött egy délutáni sportnap, amit nem kifejezetten a sportszakos hallgatóknak szerveztünk, hanem azt szerettük volna ezzel elérni, hogy az egyetem hallgatói kapcsolódjanak be, és együtt sportoljanak a hallgatók, nem csak a sportszakosok, hanem a más szakon tanulók is, és a külföldi hallgatók is. Ha a létszámot nézzük, mennyi is sportszakos hallgatója van a Nyíregyházi Egyetemnek? Jelenleg kb. 450-500 hallgatónk van, és a szakok közötti népszerűségi ranglistán még mindig tartjuk az elsők között a helyünket, harmadik, negyedik helyen állunk a népszerűséget illetően. Hogyan nézhetnek majd ki az ősztől induló új képzések? A testnevelő tanárszak mellett folytatódik az edző, a szakedző képzésünk, és kiegészül egy új specializációval. Az idén indítjuk először a kosárlabda specializációt, és természetesen a sportszervezés szakunkat is. A létesítményhelyzetet nézzük, megfelelő a képzésekhez? Én azt gondolom, hogy igen, kiegyenlített. Nyilván nagyon szeretnénk, hogyha a már régen meglévő létesítményeink felújításra kerülnének. Ezen nagyon sokat dolgozunk. Ugyanakkor kibővültek a létesítmények, egy külső kondipark került átadásra múlt év novemberében, és ez év januárját kezdtük az új fitness teremben, ahol már zajlanak az óráink. Te vagy a délutáni sportprogram és az esti szakegy szervezője. Hogyan épül fel ez a délutáni program? A mai nap az délben kezdődött. Ott volt egy 2 óra hosszás ilyen elméleti blokk, ahol a
Az OTDK-n nevezett hallgatóink, különdíjas hallgatóink mutatták be a készített munkáikat, aztán ezt követően 2-től átvonultunk ide a csarnokba. Itt különböző mozgásos programokkal készültünk, ezek állomásokból épülnek fel. Van nekünk katonai akadálypályánk, kosárlabda büntetődobás verseny, asztali tenisz, tagball, floorball, aztán a leveleki spártanos amerikai foci srácok is jöttek náluk, és ki lehet próbálni ezt a különleges és feltörekvő sportágat. Lehet érdeklődni náluk az edzéslátogatással, a jelentkezéssel kapcsolatban, hiszen várják az egyetemi hallgatókat, hogy a csapat részesei legyenek. És ezt követően 6 órakor kezdődik maga a hagyományos testnevelés sporttudományi intézet szakestje, ahol a frissen bekerült elsős hallgatók készülnek produkcióval, a kimenő végzős hallgatók is, továbbá külsős bemutatókkal kedveskedünk a látogatók számára. Ilyen például, hogy az újonnan alakult cheerleading csapatnak van egy produkciója, és egy rúgtáncos gyűrű akrobatikus bemutatót is láthatunk majd. Mennyire könnyű megmozgatni a hallgatókat egy-egy ilyen rendezvény kapcsán? Azt veszük észre sajnos, hogy egyre nehezebb, de miért nem csüggedünk, megpróbáljuk őket minél jobban motiválni. Most motivációképpen tudjuk jól, hogy nem elég az, hogy jöjjön el, izzadjon, sportoljon, mozogjon. Mi azzal próbáltuk most egy picit ezt feljebb húzni, hogy kapnak egy menetlevelet, amin az állomásokon gyűjthetnek aláírásokat, és hogyha 3 helyről hoz nekünk egy aláírást, akkor jogosult a hallgató egy tombolára, majd a rendezvény végén ezeket kisorsoljuk, és kisebb-nagyobb nyereményeket lehet ezért kapni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!